Nem, ha kötözködni szeretnék, akkor se tudnék. Remek volt. Húzott nagyon. De jó volt. Ez volt az a fele és a másik minimál überke. Tökéletes volt. Dombozunk kettőt a mezzó. Még huncutkodott te. Nem hagyott kaját. Tudom. Ő mindig a padikba is mindenhol. Jó van kicsi, majd gurcsit engedünk, jó? Jó, nagyon jó. El voltak? Mi nem voltak fáradtak, ugye? Nem, hát... Láttam. Éj, de cicerelme apának itt van. Ja, hát meg tegnap is mentetek. Na, jó volt. Kettő dombozunk haza. A szint is már jön ki, valahol van. Próbáld őt visszafogni, hogy ne trappoljon majd a vége. Papika, tedd le magad kicsim, ez csak gimnasztika. Úgy, úgy. Ez jó nekik. Hopp, még egy köröcske aztán. Szúrja a tápocska a seggüket? Nem ismerem megmondani, mondták, hogy de hol jössz, figyelj, hogy hol jössz vele. Hopp, nézd már rám, rúgnak. Hát mi akkor, mit kaptak ezek enni? Ma mondta az Eszter a tápnak az összegét. Úgy keltem, hogy ott volt leírva. Sejtheted? Nem baj. Egyenek a kurvájtet. Én is azt hiszem. Fillérekből kijövök. Halálkomolyan mondom, hogy nem rendelek kaját, mindig otthon csinálom. Jó van, szépen kényelmesen sétáljatok haza, ügyét figyeljetek, nehogy onnan jöjjön valaki, illetve... Na. Azt, hogy minél lassabban haza, hogyha lehet, hogy lazuljanak. Jó, hát majd látjátok, igen, ló különböző, egyik a másiktól. Jó, óvatosan mennyi bevele majd. Majd telcsizekben én várom a szintit még. Egyenek is a kurva anyja, hát mennyit kapnak te? De egyenek is. Ha őtőlük sajnáljuk, kezd almásodni ez is. Hogy le lett állítva, milyen csúnya volt, nem? Emlékszel, és nézd meg most két. Nem egy kicsit túl jó. Ja. Gurtni enged? Oké, tökéletes, köszönöm. Szépen mehettek haza. Majd szólj előre, hogy udvarba még egy kör, és úgy be a boxba.